A pokol az egy földrajzi hely is, nem csak személy. A föld gyomrába van beültetve, egy nagy labirintus rendszer, és az epicentrumában elképesztő tűz van, hőenergia van, és az a tanulság, hogy a hőenergiát a lélek és a szellem is elszenvedi. Tehát nem csak a fizikai test. Mert ugye ott nincs fizikai test. És mégis látjuk, hogy az égés okoz a belső ember számára, a lélek és a szellem számára szenvedést, hogy szomjas, szeretné hűtél. És képzeljétek el, figyelj ide, és ha ezután is el akarsz kárhozni, lelked rajta. Hogy nem egy napig, hanem folyamatosan az örökké valóságot ilyen égésben, tűzben kell leélni. Hányan égettétek már meg a kezeteket? Milyen rossz fájdalmat okoz? Alig várja az ember, hogy a hideg vízbe tegye az ujját utána. Nem? De figyelj ide, pokolba ez nincs. Nincs ott onnan melletted a lavor. Hogy oda tegyed a pletykázó, szidalmazó nyelvedet, hogy hűsítsd. Vagy a parázna testrészedet, hogy azonnal lehűst. Nem, nem, nem. Azt állandóan, mind a grill sütőbe, állandóan égetik. És tudod, mind a Mózesnek a csipkefája nem ég el, nem égszed, hanem pirítanak, pirítanak, pirítanak az örökké valóságba, és amikor eljön az utolsó ítélet, akkor ráadásul pokollal együtt belevetnek a gyernába, ahol még nagyobb tűz van. Ezek után kérdezem fel tőled, érdemes pokolba kerülnöd? Van kedved pokolba kerülni? Megteszel mindent, hogy ne oda kerüljél? Megragadod azt a szemét, akit tud rajtad segíteni, hogy soha, soha, soha ne kerülj bele? Na látod, ezért fontos, hogy mi áll, mint lehetőség mindannyiunk előtt. És olyan hálás az ember, amikor a rossztól megmenekül. Amikor jó időben, jó helyen van. Amikor nem rázudul a harag. Amikor, hát az jó, nem örülünk az elveszetteknek, de hát adják meg az elveszettek, akik ezt döntötték, az út mellett döntöttek, adják meg a jogot annak, hogy hadd örvendezzünk, hogy az Úr megszabadított bennünket a pokoltól. Azáltal, hogy elfogadtuk azt a csodálatos örök életet, ami ő benne megjelent, amit az apostolok láttak, szemléltek, megérintettek, és nyilvánvalóvá tette a föltámadása, hogy eljött mindenki számára az örök élet. Aki Jézus Krisztust elfogadja és befogadja, annak örök élete van, és által ment a halálból, de a pokolból is, az örök életbe és a mennybe. Dicsőség Istennek!